Tálosi Zoltán olyan témát választott, amely igazán közel áll hozzá, hiszen könyvet is írt a témában, amelynek már második nyomása is elkészült. Azért is aktuális az előadás, mert a Tolna megyei események pontosan 80 éve történtek. Tolna megyében a II. Világháború során, ha csak a repülőgépeket említem, közel 130 repülőgép zuhant le, illetve ennyi repülőesemény volt, ami ismert. Tehát nyilván itt csak néhányat fogunk megemlíteni, illetve 3-4 témakörben fogok megemlékezni az akkori történésekről. Mint elmondta, Magyarország német megszállása, ennek a mindennapokra kiterjedő hatásai, az amerikai légiháború, amelyben Szekszárd külön is érdekelt volt egy hadnagy révén, valamint ezzel párhuzamosan történt a Duna eloknásítása is, továbbá természetesen a földi harcok adták az est gerincét. Nyilvánvalóan rengeteg érdekfeszítő esemény történt ekkortájt, ezek közül is külön figyelmet szentelt Dombóvár bombázására. A 44 nyarán egy ilyen esemény, Dombóvár bombázása volt 1944. június 30-án. Ez azért, az nem jó szó, az az érdekes, de kutatás szempontjából azt mondom érdekes, mert az amerikaiak saját tudomások szerint, akik 32 bombázót küldtek a térségbe, ők meg voltak győződve, hogy Kaposvárt bombázták. A Kultúrkortyok Szabad Egyetem tavaszi fél évét zárta le Tálosi Zoltán, a rendezvénysorozat a nyári szünetet követően szeptemberben folytatódik.